Itt vagyunk Malulába, Szíria egyik kis települése, Damaszkusztól 40 kilométerre. Egy nagyon ősi templom, Apolló szenté volt valamikor, aztán Szent Tamás is járt itt. És hát az első századoktól lakva van. Ennek a szentélynek egyik érdekessége, ez az ősi oltár. Az ember megnézi, hát egy pogány oltárhoz hasonlít, hisz megvan a helye, hogy az áldozati állatot ugye leölték, és megvan ez a lyuk is, ami igazából a vért kellett volna levezesse. De hát ugye, aki megfordította ezt az oltárt, az látta, hogy túlfelől nincs meg a lyuk. Tehát két római tábornok, akik aztán vértanúk is lettek, az ő tiszteletükre van ez a szentelve, ez a templom, hozatták ezt a pogány oltárt Olaszországból, olasz márványból van, és nem fúrták keresztül, hanem egy erekét helyeztek oda benne, és kezdetétől ez keresztény oltár volt. Tehát ez a hatalmas érték, ez az ősi kő, igazából a pogány kor, római kor és a keresztény kor, hát hogy mondjam, határán született. Számomra ami döbbenetes az, hogy 2000 éves kő, Krisztus korabeli. És azóta hisszük, hogy folyamatosan keresztény, istentiszteleti hely, szentmiséket mutatnak be rajta. Most, amikor az iszlám állam ugye Malulát elfoglalta, 8 hónapig itt voltak, nagyon sok kárt, fájdalmat okoztak, persze ezt a szentét is feldúlták, az ikonokat ellopták, ezek mind másolatok, amik most itt vannak. Ezt az oltárt is összetörték le.